Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majd elsőmban ismételt egy eléggé érdekes, illetve igazán korszakalkotó művel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Death Note. A Death Note mifel tekintve a krimi, fantasy és a thriller kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Obe Tsugumi tollából jelent meg, aki 2003 és 20 között három széria formájában 14 kötetnyi mangát publikált, míg ezt követően 2006 és 7 között két széria formájában két novellát is. Ám ezt követően jöttek a különféle feldolgozások, többek között 2015-ben a musical és 2007 és 8 között három játék a Nintendo, Xbox és PlayStation konzoljaira. Ám legvégezetül eljött a fő témánk, avagy az animációs feldolgozások, avagy az élőszereplős filmek és sorozatok. Ezen sorozatok készítői között többek között olyan nevek szerepelnek, mint rendezőként Araki Tetsuro, Kaneko Shusuke, Inomata Ryuchi, Nishimura Ryo, Iwasaki Mari, Sato Shinsuke és Adam Wingard, míg forgatókönyvíró pozícióban Inoue Toshiki, Obe Tsugumi, Obata Takeshi, Kobayashi Hirotoshi, Izumi Yoshiro és Mano Katsunari, akik 2006 és 2017 között 37 részt plusz két animációs filmet publikáltak, míg az élőszereplős feldolgozásokból 5 nagy film és két sorozat formájában 14 rész jelent meg. Történetünk egy japán középiskolás fiúval, Yagami Light-tal veszi kezdetét, aki végzős diákként és egy rendőrnyomozó fiaként mindent beleadva küzd az egyetemi továbbtanulásért és a családi hivatás folytatásáért, mint egy mély igazságérzetű ifjú. Ám egy napon egy különös füzetre bukkan, amit egy halálisten juttatott el az emberi világba, aki maga is elunta a fenti öröklétet. Azonban a kezdetben kétkedő fiú szinte azon nyomban ki is próbálja a füzet, avagy a halálista erejét, s nem megijedve annak utóhatásaitól sem, rögtön bele is kezd saját hadjáratába, amelynek célja a világ megtisztítása azon emberektől, akik károsak a társadalom tisztaságára nézve. Ám tettei nem csak a halálisten Ryuk, hanem az egész világ érdeklődését is felkelti, s vele együtt a hatóság közbelépését is magával hozza, akik egy természet feletti s egyben ismeretlen erővel szemben is bátran felveszik a harcot. Azonban a kezdetben egyoldalú háború egy zseniális nyomozó elfeltűnésével hatalmas fordulatokat hoz, és az addig lesben vadászó Light először éli át az űzött vad szerepét, s egyben a két fél is megkezdi vérrel menő harcát, melynek az áldozatok nyomán győztesen nem lehet, de a legnagyobb vesztes mindenképpen az életével fizet. Összességében egy jó képi és hangvilágú történettel találkozhattunk, amely az animációs adaptációját tekintve egy abszolút kiemelkedő és máig korszakos mű, szintén elismerésre méltónak nevezhető az első két mozifilm, ám a további folytatások már nem tudták megütni a sorozat magas mércéjét. Azonban mindegyik feldolgozás remek párviadalokkal, gondolatmenetekkel látott el bennünket, és számtalan érdekes csavarral, valamint karakterrel is. Ám legfontosabb elemei közé tartoznak az igazságról alkotott világképünk tesztelése, avagy a társadalmunk számára ismert rémképek felelevenítése, többek közt a magát igazságosnak való fiú felemelkedése és uralomra való törekedése, valamint a rendőrök áldozatvállalásai is. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor Death Note egy 10/9-es alkotást lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!